Pereira. A középső védő indítja Farkas Balást. 4-5 ellen, most már 4-6 ellen. Farkas, nem nagyon volt társ, akihez tudta volna tenni, orosz. Vitális. Fölnézhet, teljesen tisztáljon a beadás, és jön is a győri gól sajnos. Az egész ugye abból indult, hogy Pereira lépett ki a védelemből. És hogyha jól láttam, Kalmár volt talán, aki ott bent középen érkezett. Zsombor, az volt az érzése minden fentről, hogy ha holnapig játszátok ezt a meccset, se biztos, hogy sikerül nemhogy fordítani, hanem talán még egyenlíteni sem. Minek volt ez köszönhető? Ilyen nagyon évvége van, vagy mi volt az oka? Mert tényleg ilyen szintelen, szaktalan, milyen volt ez a játék? Az indoka szerintem a fejbeli probléma. Tegnapi és a tegnap előtti edzéseken is millió gólt rúgtunk, nagyon jól ment a játék, nagyon nagy kedvel jöttünk bele ebbe a mérkőzésbe, és szerintem a védelemben meg is látszódott, talán egy kihagyás volt, amiből sajnos gólt is kaptunk, de különösebben olyan óriási hibát nem hajtottunk végre a védelemben. Viszont a támadásban ez nem tudom mit mondani arra, hogy talán csak egy kaput eltaláló lövésünk vagy fejesünk volt. Nem tudom, ilyenkor a fejekben kell változtatni, nagyobb agresszivitás kell talán. Ez a győri csapat ténylegesen ennyire jó, hogy lista vezető, mert nekem ők sem tűntek azért annyira nagy világ megváltónak. Tény és való, hogy mentek és felszántották a műfüvet. Így van, ahogy mondott, felszántották a műfüvet. Talán ez volt a kulcs a mai meccsen, hogy ők jobban akartak. Én úgy gondolom, hogy ez a Győr teljesen egy verhető csapat, viszont ma jobban akartak győzni.